Ez az életfája, amire színes kézlenyomatot tehettek az emberek. Ezzel kifejezve hálájukat az orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak azért a nem mindennapi munkáért, amit a daganatos gyermekekért és sertülőkért végeznek. A gyermekrák elleni küzdelem világnapján, február 15-én a Pécsi Köztársaság téren várták a támogatókat egy segítő alapítvány szervezésében. Sajnos a statisztikák most ebben az utolsó két évben nem voltak túl jók a gyermekrák tekintetében. Sem. Az osztályunkon is, itt a Pécsi Gyermekonkológián jelenleg is legalább 8 gyermek tartózkodik, de azt el tudjuk mondani, hogy az elmúlt néhány évben, mondjuk egy ilyen 8 éven belül jelentősen nőtt azoknak a gyermekeknek a száma, akik fel tudtak gyógyulni ezekből a betegségekből. Jelenleg a statisztika az 75-80%-os gyógyulást mond. Évente azonban ennél sokkal több gyerek kerül a gyermekonkológiára a betegsége miatt. Évente körülbelül a 30-40 újonnan diagnosztizált gyerek kerül hozzánk. Ugye a Pécsi Gyermekonkológia nem csak a Pécs baranyai, hanem a Dél-Dunán túli, tehát a Zala, Somogy, Tolna és Baranya megyei gyerekek gyógyulnak. A világnapon ezt az aranyszalagot is kitűzik az alapítvány munkatársai, valamint igyekeznek információkkal felhívni a figyelmet a gyermekrák elleni küzdelem nehézségeire és sikereire a kézlenyomatos akció mellett.